Sok szeretettel köszöntök mindenkit, mai vendégem Timi, és most az ő történetét fogjuk meghallgatni. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy. Én is nagyon örülök, hogy végre itt lehetek, mert nagyon vártam. Köszönöm. És mi a te fájdalmas történeted? Hát az én fájdalmas történetem az, hogy kezdjem, 2020-ban kezdődött, illetve hát gyakorlatilag még visszamenőleg is, de 2020-ban... Ahogy elkezdődött a COVID, másfél év alatt hét rokonom, illetve barátom és ismerősöm ment el. Nem csak COVID-ban, hanem más-más betegségekben. De április hónapban, ugye úgy volt, hogy hazamegyek a szüleimhez, de a COVID miatt nem mertem. Két időpontot mondtam le. Azt tudni kell, hogy édesapám ápolta anyukámat, aki Parkinson-kóros volt és demens 0-24-ben. Nem voltak már fiatalok, de ők olyanok voltak, mint a borsú meg a héja. Ez, ez az ők szavuk járása egyébként. És apukám azt mondta, hogy ő nem adja sehova anyukámat, hogy ha belehal, akkor is ő fogja ápolni. Márciusban felhívtam, hogy szeretnék hazamenni, de nem merek, mert nem tudom, mi ez a Covid. És mit viszek haza, és hogyha miattam bármi bajuk lesz, akkor soha nem bocsátom meg magamnak. Úgy volt, hogy húsvétkor hazamegyünk a fiammal, de húsvét nagy szombaton telefonáltak, hogy összeesett, illetve egész pontosan elesett. Akkor még azt gondoltam, hogy na, akkor csomagolás és megyek haza Miskolcra, de a következő telefon az volt, hogy éppen újra újraélesztik, az azt követő telefon pedig az volt, hogy nem sikerült újra élesteni. Én abban a pillanatban már félig tele bőröndel összeestem és ököllel üvöltöttem és ököllel vertem a földet. Nekem az édesapám volt a, az apa, a férfi, a mindenem. Éjszaka értem le, két hétig ápoltam ugye a, a parkinzonos édesanyámat, hogy gyakorlatilag 0-24 éves felgyülettel. Kétszer kellett hozzá mentőt hívnom. Közben intéztem a, a, temetést, illetve a hangosztást, meg az egyéb papírügyeket. Édesanyámnak reggeltől éjszakáig adagoltam a gyógyszert, vigyáztam rá, felügyeltem rá, de kétszer kellett mentőt hívnom, mert rosszul lett. Aztán bekerült kórházba, akkor még beszéltem vele pár de ugye látogatni nem tudtam. Itt még csak egy hónapnál tartunk. Miért mondogatja az apukád a tíz órát egyébként? Tíz órát. Hú, nem tudom. Tíz óra, tíz óra, tíz óra. Veste halt meg. Este három és egy hétkor. Édesanyám fél nyolckor, tehát a tíz óra ott sem stimmel. Tíz óra. Mikor értél oda? Éfelfelkor. Mikor hívtak téged? Amikor ugye összeesik az van. 3 7, 6 és 6 között. Mikor hívtak, hogy már nem tudják tovább? Mm, fél nyolckor. Valamiért a 10 Valami óra 10 óra. Van? Nem tudom, lehet, hogy aznap 10 órakor lehetett rosszul. Azt tudom, hogy, hogy nem tudott aludni, tehát teljesen kialvatlan volt, mert állandó ébrellét, állandó készellét kellett. Nem tudom, mi lehet a 10 óra. Vagy utána, nem tudom, mi lehet a 10 óra. Jó, igen. Aztán uh, édesanyámat be kellett vinni kórházba, demens is volt, meg, meg más problémái is voltak, és, uh, és um, volt egy elesett, combjogtörés nem a kórházban, és uh, megműtötték, engem már csak reggel hívtak, hogy, hogy műteni fogják, akkor folyamatosan próbáltam a kórházat hívni. És most még mindig a tíz órán gondolkodom. Folyamatosan próbáltam a, 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 az édesanyámat hívni, ő zengetett a nővérkékkel. Azt tudom, hogy az utolsó beszélgetésünk, amikor beszéltem vele, mert, mert unokatestvére ápoló volt, bement hozzá, tehát mi tudtunk egymással beszélni azért telefonon. Annyit mondott édesanyám, hogy nagyon ritkán mondta ki, hogy hiányzol, és nagyon-nagyon jó esett. De az a két hét egyébként, amit együtt töltöttünk, az, az valami fantasztikus volt. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 20-25-30 évet pótoltuk be két hét alatt. E, rengeteget viccelődtünk, a kedvenc ételeit főztem, tényleg nagyon jó volt szerintem. És akkor a műtét napján, szerintem lehet, hogy az lehetett a 10 óra a műtét. Igen, valami olyasmi. És a műtét napján még telefonáltam, eh, akkor azt mondta a nővérke, hogy azt üzeni édesanyám, mert megkérdezte tőle, hogy hogy van esztinén is, és annyit mondott neki édesanyám, hogy most viccel, tehát ilyen humorosan. És este, amikor a te eh, hugommal beszéltem Floridában, mindig este beszéltünk, akkor megbeszélünk, akkor, akkor mondtam neki, hogy egy csörög a telefon, mindjárt visszahívlak, és egy idegen szám hívott, és a hívott az orvos, hogy az édesanyja fél nyolckor elhunyt megtudtam a körülményeit, hogy mi volt a kórházban, nem is erről kívánok beszélni. Uh, másfél hónap alatt zajlott le mindez. Úgy, hogy másfél hónap alatt gyakorlatilag a testvéremmel úgymond magunkra maradtunk, felnőttünk, már nem vagyunk gyerekek. És aztán még azt követte, legjobb barátom, egy másik legjobb barátom, keresztapám, nagybátyám, nagynéném, borzalmas volt. Borzalmas volt. És, uh, és ugyan a szüleim temetésére jóval később került sorra, a hugom, később tudott hazajönni. Most két év után így felszakadtak a sebek elég csúnyán. Mm. És még sokszor, sokszor azt... Mert mutogatják a házat, és így csóválja a fejét. Ja Istenem! eladtuk. Csóválja a fejüket. Tudtam. Az unokatestvérünk vásárolta meg, tehát azzal, hogy családban marad, ő ajánlotta fel, és megígérte, hogy nagyon fog rá vigyázni, és rendbe rakja, mert a sok-sok év alatt nem volt idejük már vele foglalkozni. Csóválják a fejüket. Ilyen kiürítettünk 700 négyzetmétert és 50 évet. Fát. Mit jelent a harmadik lépcső? harmadik lépcső. A harmadik lépcsőt mutat, amit helyre kell hozni. Igen, van egy lépcsőfok a második, a félemeleten, aminek a csúszásgátló burkolata mozog. Azt hiszem, az a harmadik. A... <laughs> Igen. Valami nagy íróasztal, amit hiányol. nagy író. Író azt hogy igen, azt, hogy mennyire nagy, az már bizonyítás kérdése. Hát igen, nagyon sok mindentől csúnyán mondom, de meg, meg kellett szabadulni, mert már nem volt olyan állapotban, viszont nagyon sok tárgyat oda ajándékoztunk egy olyan embernek, akit ő apukám nagyon-nagyon, mert a szüleim nagyon szerettek. Egy ö, szegény család. Egy szőnyeget említ, régi szőnyeget? Ő ja, azt is oda ajándékoztunk. Nem tudom, hogy milyen vonatkozásban említi, szomorúan, vagy nem, de azt is ugyanennek a családnak ajándékoztuk oda. Volt, amit nem, mert több szőnyeg volt, de... Ha jó, de akkor végül a... is tudod, hogy mire van szó. abszolút. Ezzel meg is van a kapcsolódás tulajdonképpen. Ők boldogok mind a ketten, hogy ti vagytok a gyermekeik, és hogy jó család voltatok, jó család vagytok illetve az anyukád halála előtt az öt évet mutatja egy nagy törésként. 2020-2015, ott kezdett romlani az állapota. Ő ápolta nagymamáját már parkinsonosan, mert 2010-ben állapították meg nála a parkinzont, illetve akkor diagnosztizálták, mikor kezdődött. 13-ban meghalt az édesanyja, akit halálaig ápolt. És 13 után gyakorlatilag egy ilyen lejtőt láttam az életében, nem érezte azt, hogy elég fontos lenne. Legalábbis én ezt éreztem. És szerintem a, a 2013 karácsonya után a 2015 lehet, tehát az az öt éves timmel. Miért mutogatja a testvéredet 15 évesem. Ja, Istenem, igen. <laughs> hát a testvérem, hogy is mondjam... Speciális kamasz volt, én sem voltam egyszerű, de ő, ő 15 évesen én nagyon a saját útját akarta járni, és hát sokszor próbáltak ö, ö, szép szóval, észérvekkel, aztán már egy kicsit határozottabban fellépni. Megjegyzem, ö, semmit nem változott, talán egy kicsit érettebb lett, de, de ezért szerintem a 15 éves. Aztán évesen... mutatják a te 21 éves korodat. 21. 19 voltam, amikor elköltöztem az akkori páromhoz, aki azóta szintén elment. És 21 éves volt, amikor hazaköltöztem ide ideiglenesen, talán, vagy 22. Van ja. valami ilyesmi. És ha már a volt párod szóba került, tehát azt mondja, hogy tudod kell, hogy milyen nagyon-nagyon szeretett. A volt párom? Uh -huh nem született le, pedig meg is küldtünk volna rá, ugyanis két hmm. éve nem jelent meg nekem. Hát most itt van. Amióta, tehát 17-ben, 17, 17. júliusában halt meg, ö, lappangó szívelégtelenségben összeesett, én akkor iszonyatosan kikészültem, és ö, és, kér, és minden hónapban a halálát követően, minden hónapban egyszer vagy két havonta minimum megjelent nekem álmomban, és mindig üzent valamit, mindig ellátott valami jó tanácssal, vagy csak megölelt, és én mindig mondtam neki, hogy gyere még vissza. Volt, hogy messengeren is írtam neki, pedig tudom, hogy nem olvasta el, de nekem ez így esett jól, és, és mindig kértem, hogy gyere még, gyere még, és 2010 nem, 2020. januárjában megjelent, és nagyon szomorú volt, és nem értettem, hogy miért. És mondta, hogy vigyázzak a fiába, aki szintén Floridában él, mert hogy bajban van a fia, és, és, és hogy vigyázzak rá, és, és menjek utána, hogy mi van vele. Akkor én nagyon zaklatottan ébredtem, és azt követően csak... Szeptember 28-án jelent meg nekem újra, viszont 29-én megszületett az ő unokahúgának a fia, akiben azt látjuk a volt sógornőmmel, hogy ekte ő, azt hittem leszületett, az azóta nem jelent meg nekem. Hát most itt van. Nagyon szerettem. Nagyon-nagyon szerettem. Nekem ő, ő volt is az téged. első. Tudom. Tudom. Még a patológiára is bementem hozzá, és és el akartam tőle búcsúzni. A szüleimmel sajnos ezt nem tehettem, meg pedig nagyon szerettem volna. Valami egy szál pici virágot mondogat, amit feléd nyújt, és ez egy megtörtént jelenet. Egy szál pici virág. Volt, amikor így voltunk vidéken, és, és, talán szedett nekem, de ez annyira rég volt, 90-es tudom. Egy pici virág. Egy szápici virág, és a füled mögé van tűzve. Biztos volt ilyen. Biztos és mindig te voltál a legszebb. Nagyon-nagyon mm. szerettek egymást. Nekem is ő volt a legszebb mindig. Hiába azóta már nagyon sok minden történt az én életemben, és az ővében is történt. De nekünk, tehát a haláláig mindig ott voltunk barátokként egymásnak. És emlékszem az utolsó találkozás, én nagyon csúnyán elbántam vele. Mondhatjuk azt, hogy nem szépen váltunk el egymástól. Miért okay. ezzel kezdte, hogy még mindig nagyon szeret téged? Tudom, mert nem haragszik rám. Tudom. Es. És akkor valahogy sosem, csak felhívtam mikor szakítottunk, és felhívtam telefonon, és felvette a telefont, és hallottam, ahogy nagyon fáj neki a hangom, és mondtam neki, hogy csak annyit akarok tudni, hogy jól vagy el, és akkor jól, akkor jó, akkor szia. És a következő pár alkalommal már ő hívott fel, hogy jól vagy, mondom, igen. És aztán a végén eljutottunk odáig, hogy 2017-ben már együtt jártunk színházba, és az utolsó találkozásunkat sosem felejtem el, úgy váltunk el egymástól, hogy nem akartuk abbahagyni a beszélgetést. És valahogy olyan volt, mint hogy, hogy mindent helyrehoztunk volna, ami, ami úgy, 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 úgy megbeszéletlenül lesz, lesz, záródott le, vagy nem záródott le. Miért mondja, hogy maradt a gyűrű? Jézusom. Uh -huh. e, nagyon egyszerűen éltünk, úgy két fiatal, 90 es években is kaptam tőle egy gyűrűt, egy ingyag, e, motivummal. És az nagyon-nagyon fontos volt neki. Azt tudom, hogy azt, azt óriási szeretettel adta. É, mindig beszéltünk arról, hogy mi lenne, ha mi folytatnánk az életünket együtt, és valahogy mindig úgy alakult, hogy nem. De, de örök kapocs maradtunk egymásnak, ezt tudom. Ezt tudom, és ezt mai napig fenntartom, bár, bármilyen életet élek is. Szüleittől mit kérdeznél? Nekem iszonyú lelkiismeret furdalásom van. Szerettem volna fogni, ha már a sors, vagy akárhol úgy volt megírva, hogy édesapám nem bírja tovább feladja, hogy nagyon-nagyon bánom, hogy legalább, ha már így volt megírva, nem foghattam a kezét, hogy haragszanak rám. akár a kórház miatt, akár mi miatt. Na, egyik sem van. Mit mondaná nekik, ha fizikálisan most itt lennének? Hm. Az, hogy csodálatos család voltunk, ahogy ezt mondtad az előbb, ez tényleg így van. Fantasztikus szüleink voltak 52-53 évig. mert úgy értem, hogy addig voltak együtt, és azt mondanám nekik, hogy soha jobb szülőket. Fantasztikus volt, ahogy, amilyen szeretettel, összetartással. Ö, ö, voltak felénk a családot, ahogy, ahogy összetartották, akármi is történt. Nagyon-nagyon szeretem őket, és a húgom azt kérte, hogy mondjam meg, hogy nagyon szeretjük őket. Mert, mert csodálatos emberek voltak. És a temetésen bizonyosodott be, meg a haláluk után, hogy igazából nem is tudtam, hogy nekik, nekik ennyi barátjuk van. És ennyi olyan ember, aki nagyon-nagyon szeret. Egyébként mind a három azt mondja, bár ugye a volt párod az, mint mondtad, egy Kis időre eltűnt, de most újra itt volt. Ezek után újra fogsz vele álmodni. Hm. Eh, illetve a ide azt mondtagátják, hogy nagyon sokféleképpen üzennek, és hogy hallod, érzékeled őket. Igen. A fiam 13 éves, és a fiam eh, kezdettől fogva eh, úgy lett nevelve, hogy, hogy eh, kicsikorában látta is a, a lelkeket, viszont eh, mai napig is érzékeli őket. Főleg édesapám halála után. Mondta, hogy az ott volt az ágya mellett. Igen, érzékeljük őket. Ö, valamelyik nap is szólt a fiam, hogy itt van mama. Ö, sokszor érzékelem. Én meggyőződésem, hogy édesapám egyszer meg is mentette az életemet. 2020. augusztus 29-én majdnem rám esett egy 20 méteres fenyő, és olyan volt, mintha valaki berántott volna a lakásba. Volt ö, gödön egy ö, egy légzuhatag, és, és a fa, Öt, valami furát láttam kint, és mondtam, hogy nekem be kell mennem, és álltam a járdán, és bementem a lakásba, és anna, abban a pillanatban egy puffanás. És pár másodperccel azelőtt még ott álltam. Nagyon sok ilyen volt, nagyon sok ilyen volt, hogy édesapám irányította a gondolatainkon keresztül, irányította azt, hogy például hogy jutunk el ahhoz a személyhez, aki neki nagyon fontos volt életében, és, és hova kerüljenek azok a dolgok, amiket mi nem tudtunk már a testvéremmel hova tenni és, és húgóval hú, 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 ezt elsírtuk magunkat, és azt mondtuk, hogy ezt apu elintézte. Igen, nagyon-nagyon sokszor érzékeljük a jelenlétüket. Haláluk után két fekete pillangó a kertben például. Nagyon sok is idem. fog maradni. Az anyukád húslevest kér? Melyiket tyúkot, vagy, vagy lapockából szeretné, mert ezt a kettőt csinálta, és nagyon a szerette. Gyókot. A tyúkot. A Rendben. Tegnap jutott azt eszembe, hogy kéne. kéne csinálni. Na hát nem, melyet, <laughs> Úgyhogy megint itt a bizonyosság, hogy veled vannak, veletek vannak, és egyébként azt mondja, hogy nincs minisz gondod, mert elég okos lány vagy te, hogy jól éld az életedet. Mindig ilyen öntörvényű voltam, mindig mentem a saját fejem után, ezt mindig mondta, hogy kislányom, úgy beszélsz, hogy nem azzal van baj, amit mondasz, tehát ellenmondás nem tűrő hangon, amit akarsz, azt csinálod, mondod. Én, én... Folytasd az utadat. Csak szeretném rád, tudni, történt. hogy mindig. Igen, ez a baj, hogy, hogy, ezzel nem, nem tudok. Tehát annyira, annyira fáj, hogy, hogy nem lehettem ott, és nem tudom, apukám mire gondolt a halálakor, amikor rosszul lett, nem a halálakor a halálát megelőzően, mire gondolt, hogy, hogy most ő el van veszve, vagy, vagy tényleg feladta, nem akarta tovább csinálni, hogy, hogy anyunak fájt -e ez. Fájt. De már túl vannak rajta. naponak is fájt. Nekem. Neki kevesebb ideig, de fájt. <laughs> Iszonyatosan sajnálom, csak ezt szeretném nekik mondani. Nem így akartam. Te meg tud, hogy szeretnek titeket nagyon. Tudjuk. De neked is fog külföldre vezetni az utat. Nekem? Uh -huh. én vagyok az a tipikus ember, aki azt mondja, hogy, hogy én itt nagyon jó helyen vagyok, és már mint úgy látogatás, vagy... Kicsit több. Külföldre. Uh -huh. Csak, hogy legyen, mire felkészülni. <laughs> <laughs> köszönöm, hát ezért kíváncsi leszek. Köszönöm a beszélgetést Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm.